A pedagógus emlékdiplomák átadó ünnepségén a kiserdei és a pécsei óvoda óvodásai adtak hangulatos műsort, majd a kitüntetettek egyenként vehették át okleveleiket Bóka István polgármestertől. Az arany oklevelet kapó Bertók Józsefné Treibl Anikó 50 évvel ezelőtt a soproni óvóképzőben végzett német nemzetiségi oklevéllel. 1974-ben lett az akkor induló pécsei óvoda vezetője, amit nyugdíjba vonulásáig 2007-ig irányított. Szakmai tudása, határozottsága határtalan szeretettel, türelemmel és céltudatossággal párosult. Döme Jenőné Kovács Erzsébet biológia-kémia szakos tanárként tanított a Füredi Szakiskolában 1983-tól nyugdíjba vonulásáig 2006-ig. Mindvégig érzékelhetőek voltak emberi tulajdonságai, mint a következetesség, a gyermekszeretet, az igazságosság, a segítőkészség és a szerénység. Szintén aranyoklevelet vehetett át Zemen Károlyné Hegyi Irén, biológia földrajz szakos tanár, aki 1980-ban költözött családjával Balatonfüredre. 5 évig Pécsen tanított, onnét került az alakuló ötvös iskolába, nyugdíjazásáig munkaközösségi vezetői feladatokat is ellátott. Benke Györgyné Amler Brigitta 60 évvel ezelőtt kapta készhez tanítói diplomáját, most pedig gyémánt oklevelét. Tanított a Radnóti iskolában és az ötvös iskolában is. Népdalok, néptáncok tanításával és amatőr színjátszással foglalkozott, 2001-ben pedig lelkes kollégáival megalapította a Füredi Játékszín Közhasznú Alapítványt. Szintén gyémántoklevelet kapott Láng Gáspár, matematika-fizika szakos tanár, aki 1984-ben lett a 3-as számú általános iskola igazgatója. Veszprém megyében szaktanácsadói feladatokat látott el pedagógiából, munkája elismeréseként több oklevelet is kapott már. Pataki Attiláné Deák Erzsébet szakmai pályafutását 1953-ban kezdte Balatonfüreden óvodapedagógusként. Volt a Városi Rendőrség, az Állami Szívkórház és az Alsóőrsi óvoda vezetője, majd a 2. számú ma óvárosi óvoda szakmai munkáját segítette. Előkészítője, megalapozója és elindítója volt a kiserdei óvoda pedagógiai szakmai munkájának. Kimagasló munkájáért vas oklevélben részesült, csak úgy, mint Fazekas Károlyné Sarkadi Lenke, aki a debreceni Dóci után a szegedi tanárképzőn végzett biológia-testnevelés szakon. 1959-től egészen 1993-ig tanított a Radnótiban. Felföldi Dezső 70 évvel ezelőtt Sopronban kapott népiskolai tanítói oklevelet, majd később magyar történelem szakos tanári diplomát. 1967-ben a Füredi 1-es számú általános iskola lett működésének helyszíne. Tantestületében 21 évig tanított, most közmegbecsülésre méltón teljesített hivatása elismeréseként Rubin oklevelet vehetett át Bóka István polgármestertől.